Na itt van Lili, City Light, Ciluka és Dankus a Citika hátán, olyan szépen trappol már Longyon, tudja a dolgát, okos, de szabadon is ment vele valamelyik nap, tegnap előtt, ha jól emlékszem. Úgyhogy hagyom is őket, nem zavarom meg itt a munkájukba, ja majd ott kimegyek. Menjetek, utána elengedjük egy kicsit, aztán kizabolnak haza, ne zárjuk be a nyergest. Táp érkezik este. Na. Négy gyermekünk van. Egyenlő remek mind a négy. Aztán még érkezik kettő. Most jobban néz ki, egy kicsit szeret magára, ugye az utazás megviselte. Szép farakez lenni. Meg kell mondjam, kimondottan szép kanca. Ez igaz, pontosan. Okos baba vagy, okos. Csontra enged ki, anyus. És már a Dankus ott elszórakozgat vele. Irányítgatja. Adja magát olyan szépen, hogy... Ugye két napig nem csinált semmit a nyeregre. Két napig semmit nem csinált a nyeregre. Nem bakozott. Az első nyerek feltételek után mondom. Ritka. A három diósi azért az. Az kitett magáé plána két kanca. Persze, hogy magától itt szórakozgasson, ja. Okos babuci vagy, gyere. Megsimogatunk, nincs nálunk alma, de a lányok majd adnak neked. Eszi már az almát? Elfogadjunk. Hát én nem így gondoltam, ha nem megyek, én futószálom, csak az ablából vettik. Ja. El is engedheted? Engedd el. Jó, még akarok kentrézni. Ja, jó. Te mindig kentrézni akarsz? Az a mániád? Megőrülök. Ez a lány mindig kentrézni akar. Talajra figyelj oda, és adj neki jó hosszú szárat. Hallgass rám. Én? Aha. Hát akkor minek ülök rajta? Hosszú szárat is lehet játszani, tudod, ahogy én szoktam lovagolni. Paganini, tudod? Amikor rám nézel és elájultok, hogy hogy ülök. Paganini. Nem röhög rajta. Ne röhögjetek ki. Most tetszik a szár, esküszöm. Nem baj, nem helyes láb, de mindegy. Minél, jó, majd mindjárt ugrik ő helyesre. Ott is van. Csak tetszik a hosszabb szár. Esküszöm, a 20 centivel hosszabb, mint idáig volt. Erről álmodtam, hogy szólni fogok. Egy picit engedj neki. Tökéletes. Kényelmes? Aha, jó, hát ezen a kis szar talajon. De ég és föld, hogy ilyen hosszabb szárat adsz neki. Csomó vége, puncinál legyen, kész, és onnan játszani, Paganini. Csak el ne csúszhatok, arra figyeljem. A szürkének adott négy csikót, egy két éves nem futott, adta ezt a szürkét, a másik kettő, mind a kettő nyert. Az anyja is nyert kettőt, 80-as volt. Nagyapa szídőszár hosszú, apja meg ez a felkapott csődör, ez a Spain of valami, Phoenix of Spain. Az meg olyan beleadja a spiritus, tehát ez az én elképzelésem. Anya, stamina, apuci spiritus. Spiritus.
spiritus. Spiritus. Na, ezt ha kimondom. Ügess egy kicsit, azt engedd el, így van. Dobd el a lonjot, ügy, ahogy van. Dobd el a lonjot, azt majd főszedik. Aha. Okos baba. Jó, de jó, most jó ránézni, hogy azért kitelt egy kicsit. Az a út meg nem is evett 3 napig, meg ez a út is. Gyere, kis babuci. Gyere. Okos lány, jó van. Bóklászatok. Tökön. Azt mondta, hogy tökön ne rúgja, ő magára. Ne ideges is, nem ezt mondtad nekem. Hát akkor így meggondolom a dolgokat. Az tökön, nem felszóltad magad. Ez jó volt, tökön ne rúgja. Mondom, fel ne rúgjál. Nem, itt van fölvétel. Nézd meg. Nem, hogy szép mozgású kanca, nem csúnya kanca. Ez mit tud menni? Hát apja nagyon jó. Ontja jobbnál jobb 2 éveseket első évjárata idén. City like. Szioni csődör, azt hiszem. Apa elluzív, City anyai apa, igen. Okos baba vagy! Jaj, de szépen mocorog már. Szemerkél az eső, mondta is délutánra. Bassza anyját. Okos baba vagy. Na majd meglátjuk holnap mit csinál. Akár ló mögött is mehet, valami mögött. Ah, nyugodtan. De még azt mondom, hogy egyedül is elmegy. Ahogy érzed, megfordulsz kicsit, arra megyünk, azt csókolom. Elkésve nem vagyunk ebben se. Ah, szépen mocorog. Nagyon jó. Okos lány, nagyon okos. Csak nem esz meg. Megbassza az anyját, majd kap finom hamikát. Jön a győri táp is. A másik táp fogyogat, a papírzsákos német? Már eletett. El, jó. Nem baj, van Red Mills még. Még igaz, nincs kifizetve. Okos vagy. Nagyon szépen adja magát, meg kell, hogy mondjam. Jó nyaka van, jó fara, egészséges lábak. Tiktok panca. Hát jó, de ezzel nem is szoktuk lonjozni, tudod, most furcsa neki. De szuper. Ennél jobban ne is menjen, itt van egy jó hete. Milyen egy jó hete? Már több. Hát jó van. Már 3 hete. Hát basz már. Hát te. Tényleg? Akkor nagyon szarul vagytok. Igen, mert utána én még Írországban. Nagyon szarul vagytok. Hát azt hittem, hogy akkor már ugrik. Ja, igen, mert még Írországban szenvedtem 5 napot még, miattatok. Ki kellett mennem, bazd meg. Jó, nem baj. Nem baj, csak is erre. Úgy, úgy. Jó. Jó van. Semmi baj. Okos baba. Igen. Igen. A kódja megvan neki? Nem, akkor nem tudjuk meg. Na, jaj, kiderülnek dolgok. Figyelj, majd ki fog derülni. Idő. Derülni lehet, nem is ismered. Hát, de hogyha pöcsikéd van, akkor lehet, hogy jobb is, hogy nem nézem meg a... Nincsen pöcsöm. Hallod, ha pöcsikéje van, akkor jobb is, ha nem tudjuk a kódot. Szép feje van neki. Mit kíváncsiskodsz? Már mondtam neki. Esküszöm érdekel. Tegnap előtti téma volt. Engem nem baj. Engem nagyon érdekelt. Így végig, de belenéztem volna. Hogy figyelj a kapunál megint. Jó, nem baj, itt tanul. Erre a kézzel, és ugye nem szoktunk erre lonjozni. Nem baj, majd elindul. Anyja is okos volt. Ismerted? Nem. Csak gondolom. Hát gondolom, hogy okos volt. Na, hopp, úgy. Okos lány, okos. Megvan ennek a kancának mindene szerintem. Még föl fog izmosodni egy kicsit. Jó, nézd már most ki. Az összezuhan, nem evett 3 napig, ugye? Tetszik a baba! Nagyon okos baba! Na? Nem baj, ha sétálsz is, drágám. De akarod, kimehetünk a udvarba, így veled körbe sétálok, jó?
nyisd le a korlátot, drágám, hozd be a cuccokat, és elmegyünk így simán. Nem fogom őt, semmit nem fog csinálni. Illetve sétálni fog velem. Ugye a lovak megérzik a kisugárzásomat, ugye? Gyere ide, apuci, nézd meg, nem is kell mondani, ide jött. Látod, milyen okos? Jaj, cárbúgy kis babucika. Eljössz velem egy kis sétára, drágám? Körre. Jó pofám, harap, hallod? Na gyere velem egy körre, gyere! Gyere, megyünk egy köröcskére, gyere, drágám! Apucival, jó? Kint már lovunk nincs, jönni fog mind az óra. Itt megyünk ezen az alsó úton. Gyere, kis babám, apuci lesz a... Apuci a... Nem, hát persze, hogy nincs, mitől lenne. Hát, illetve van rajta, csak még... Még arrébb van el. Adon, szép vagy? Ezt hiszem, szép van talán. Nekem nagyon tetszik. De árérték arányban az a csődi baszki. Hát... Nem tudom, hogy ez a... Jó, bigonya, csak a... Kár, hogy nem fut az a másik City Light, kíváncsi lettem volna rá. Gyere, gyönyörű babuci! Apuci, a kis társacskád, a kis megyető lovad. Gyere, itt szétállunk. Itt lesz majd a következő dolgot, tudod, vezető lovacskával. Megmondom neked, egyedül is elmenne. Körbenézek pár kört, udvarba. Intelligensek, megnéznek valamit. Olyan szépen adják magukat. Türelem kell. Szeretnik. Hát most megnézi a tavicskát, megnézi azt. Ugye még erről nem járt szerintem, ugye? Nem. Járt már? Amikor sárgat jöttem. Ja tényleg, ilyen vagyok, fel is tettem. Aha. Ja, akkor most többször megnézi. Jó. Vigyázz. Ah, itt vagyok. Jó. Okos baba. Nagyon okos kislány vagy. Bemegyünk még a fal egy körre, és akkor megyünk haza, és finom hamikát kapsz. Almácska, tápocska, zabocska. Meg Árpát is darált, azt hiszem a... Darált Árpát is a Attila. Nem lesz. Nem? Jó, nem. Aha. Annyi, hogy ne zárjuk be a nyerges. Tudom, hogy 30-szor mondtam, de nem baj. Na, ott bemegyünk, megyünk a fa alatt egyet. Okos lány! Nagyon is intelligens, kicsit tanulnak. Olyan szép csikófeje van még. Hú, ez a klasszikus szép csikófeje van. Úgy gyere a fa alá. Gyere, babám! Gyere! Gyere! Menjetek ott a fa! Egyet megyek veled, egyet megjössz magadtól, és félek haza megyünk. Olyan szép csikó feje van. Nemes bébi feje. Olyan szépek tudnak, a szemecskéje is szép. Az egész testű szépen mennek a lánynak. Na, aki rajta ül, az is nagyon szép. Igen. Igen. Próbálj menni, drágám, egy teljes kört egyedül, jó? Szerintem fogsz menni. Most kicsit furcsa neki, hogy nem vagyok mellette, de olyan szépen mész, mint az óra. Mint az óra. Mind rávezetni őket, olyan szépen rájuk lehet mindent. Türelem kell. Néha be kell őket picikét csapni. Gyere még egy kört, ha már itt vagyunk. Dáre kis gyönyörűm. Hú, de szép kancalány vagy. Nagyon szép vagy. Na, ide jött volna apucihoz. Nagyon szép vagy. És következőben meg ahol bejöttünk, ott szépen hazamegyünk. És akkor a becsapó szerűség is megvan. Hát ilyenkor tudsz jönni te is, pont? Nem hiszem el. Na, de bazd meg, örökké ezt csinálod. Na, gyere, lehűjészkedek csak. Ezek írnak, olvasnak. Szia, Pityukám! Köszönöm a segítséget! Hú, baszki, látom. Jó sáros lette. Na, gyere, baba. Gyere, apucival, megyünk haza szépen. Okos kislány, nézi a másik lovacskát, de nem baj. Mi van ott? Gyere, okos. Nagyon így, nagyon szép lány. Tényleg szép kancalány vagy. Szerintem okos is. Annyira szépen adja magát, gyere! Gyere! Mindjárt lesz hamika neki, de hozok is neki egy kis hamikát, jó? És érezze egyből a törődést, hogy ő az első. Gyere, kislány! Itt lábacskára, vigyázz a Dankus lábára! Ez
fontos dolog a lábacskája. Hopp, hozol egy kis mázlizabot, légy szíves, vagy felett, vagy valamit, vagy akár tápot. Ma minden megeszik a nagy lány. Ott vagy túl, ugye? Elrébb hozzak. Már egy kicsit, gyere. Gyere egy kicsit ide a pucihoz. Úgy, jó. Leszállsz, nem is ülünk föl. Kész. Szerintem nagyon éhes, figyeld. Csórikám. Várja, szénája alig van. Hát nem értem ezt. Adj be neki, de mondd neki, hogy én küldöm. Tudod, ők nem felejtik el. Köszönöm szépen. Hú, de éhes. Na, hozok még egy kis szénát. Gyűlölöm, amikor ló előtt nincs hamit.